Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a képviselőtestületi ülésen megjelent. Köszönöm szépen a kis türelmet és a kis csúszást, sért elnézést kérek. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős testületből 11 fő jelen van. Ezzel a képviselőtestület határozatképes, és az ülést ezzel meg is nyitom. Ulbert Sándor képviselő úr egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a képviselőtestületi ülésen. Hát elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a beszámolót, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal a testület elfogadta. Köszönöm szépen. A következő interpelláció, kérdés, közérdekű bejelentés. Akkor én azt gondolom, hogy kezdjük ezzel a sorrenddel, illetve nekem lenne közérdekű bejelentésem, egy kicsit hosszabb hangvételű, talán a megszokottnál. De én azt gondolom, hogy talán kezdjük azzal, akkor a közérdekű bejelentéssel, amit én szeretnék megosztani. Egyrészt a képviselőtestülettel, másrészt természetesen Paksváros lakosságával is. Azért nagyjából ugye mindenki, én azt gondolom, itt Pakson is, úgy, ahogy az országban, és akár Európában vagy a világ többi részén tisztában van azzal, hogy milyen nehézségek előtt áll akár Európa, akár Magyarország, akár a önkormányzatok, így természetesen Paks város települése is. Erről a helyzetről szeretnék tényleg csak egy rövid tájékoztatást nyújtani, egyrészt mondom még egyszer a képviselőtestület számára, másrészt a tisztelt nézők, illetve a lakosok számára. Ugye az önkormányzat gazdasági helyzetét alapvetően nagyon sok minden befolyásolja, mind makrogazdasági folyamatok, mind mikrogazdasági folyamatok természetesen. Én megpróbálom tényleg röviden összefoglalni azt, hogy ebben az évben és a jövő évre vonatkozólag, tehát hogy ebben az évben milyen helyzetben vagyunk, illetve a jövő évre vonatkozólag milyen kilátásaink vannak a szigorúan a gazdasági helyzetünket illetően. Ugye a tavalyi, az idei évben, a 2022-es évben ugye a bevétel kieséssel kellett sajnos számolnunk a mai nappal bezárólag. Értem ez alatt például a gépjárműadótól, tehát a gépjárműadó ugye az elvonásra került kormányrendelet alapján a települési önkormányzattól, nem csak tőlünk, a többitől is. Szintén a többi önkormányzatot is érintette, de bennünket is az, hogy egy 21. évi törvény értelmében június 30-áig, idén június 30-áig a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, tevékenységekért megállapított díjemelés tilalma jelentős bevétel csökkenést jelentett számunkra. Természetesen majd hozok erre példát is. Tehát itt is egy bevételcsökkenést tudtunk sajnos realizálni. Aztán az ingatlanok értékesítésére betervezett 1 milliárd 200 millió forintból június 30-ai állapotról tudok csak beszélni, csak 80 ezer forint realizálódott. Közhatalmi bevételeinket is ugye terveztük még februárban, ez is kissé elmarad az 50%-tól, ennek oka nyilván az orosz cég 2021-ben előírt iparűzési adó bírság és pótlék fizetési kötelezettségének törlése, tehát ez közel 450 millió forintot jelent. Aztán emelkedő rezsiköltségekkel és élelmiszer árak természetesen az önkormányzatot is érintették. Egyébként a 22. évi költségvetés összeállításakor, készítésekor azért mi már a várható legmagasabb energiaárakkal számoltunk januárban, februárban, de hát akkor persze még nem tudtuk, hogy ez hova fog
kifutni. Így kerültek be tervezésre egyébként a közüzemi díjak az önkormányzatnál és az intézményeinknél is. A térítési díjak emelésének tilalma miatt a gyermekkétkeztetés alapjául is, akkor még az alapjául szolgáló nyersanyag normát sem tudtuk megemelni februárban még. És akkor még úgy számoltunk, hogy a nyersanyag norma egész évben azon a szinten marad. Ez azóta változott, mert júliusban és majd azt követően augusztusban először 15%-kal, majd 10%-kal emelte a gazdasági bizottság a nyersanyag norma összegét szeptember 1-től. Ez egyébként, ez is pluszköltséget jelent az önkormányzat számára, 50 millió forinttal javasolom majd egyébként az itt szereplő előterjesztésben emelni a gyermekétkeztetési kiadásokat. És hát ugye itt említettük már, meg nagyon sokszor hallottuk már mindannyian, hogy a jelenlegi információink szerint 2023. évre várható elektromos áram árának emelkedése Paksváros önkormányzatának esetében a jelenlegi információink szerint, egy másfél hetes információ szerint, amely folyamatosan változik, sajnos, de egy másfél hetes információ szerint 1,5 milliárd forinttal növekszik. A gáz áremelkedése körülbelül 500 millió többletkiadással fog járni. Ezek nagyon súlyos összegek, amit az önkormányzatnak kell majd természetesen kiegyenlíteni. Aztán szeretném én megemlíteni a vártnál magasabb inflációt is. Ugye itt is azért azt el szeretném mondani, hogy amikor a költségvetést állítottuk össze a dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél, a már megállapított vagy szerződésben rögzített díjakkal kell számolni, így ezek mértékét az azóta magasabb infláció nem befolyásolja. Ugyanígy nem befolyásolja az azóta magasabb infláció szintén a költségvetési koncepcióban elfogadott 3%-os inflációs növekedést az egyes dologi kiadásokra, mert ezekre az jellemző, hogy röviddel a költségvetés elfogadását követően már ezek a szerződések megkötésre kerülnek, így hangsúlyozom még egyszer, nem befolyásolják. Amit befolyásol viszont a magasabb infláció, az természetesen a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapcsolódó kiadások, hiszen itt ugye a szerződés kötésig eltelhet jó pár hónap, akár 4-5 hónap is, és hát itt az infláció már természetesen érezteti a hatását. Ezért a jelenlegi számításaink szerint a jövő évre már szinte kizárt dolog, hogy 3%-os inflációval tudunk számolni. Azt majd meglátjuk, hogy milyen inflációt kell beterveznünk, de az előzetes számításaink szerint természetesen készültünk mi. Ezen a nyáron folyamatosan ezen dolgozott az önkormányzat, és köszönöm szépen egyébként az osztályoknak ezt a munkát. De visszatérve, ez is plusz 400-600 millió forintos többletkiadást fog majd eredményezni. Úgyhogy a 2023. évben várható többletkiadás az 2,6 milliárd, úszkve 3 milliárd forint lesz. Ez alapján én egyértelműen kijelenthetem, illetve kijelenthető, hogy az önkormányzat pénzügyi likviditási helyzete a korábbi évekhez képest, tehát de ez mindenki számára látható, hogy romlik. És amennyiben az energiaárak, illetve az infláció emelkedésének üteme a következő évben sem mérséklődik, úgy a költségvetés egyensúlyának, 23. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése, helyreállítása érdekében képviselőtestületi döntések meghozatalára lesz szükség, melynek hatására nem vagy bevétel növekedést, vagy kiadáscsökkentést, hanem bevétel növekedést kell eredményeznünk, és kiadáscsökkentést.
Szóval meg kell hoznunk nekünk is, Paks város önkormányzatának is, a képviselőtestületnek is azokat a döntéseket, amelyeknek köszönhetően a költségvetést egyensúlyban tudjuk majd tartani. Nyilván ezen döntések meghozatalán, vagy hogy milyen döntéseket kell meghozni, milyen kiadáscsökkentésekre kell sort keríteni, hogyan tudjuk a bevételeket növelni, ezen még fogunk dolgozni, fogunk egyeztetni is természetesen, ez még folyamatban van, de nem várhatunk sokáig természetesen. Én azt gondolom, hogy az október-november hónap folyamán ezeket a döntéseket meg kell hoznunk, de ezt mindenképpen meg kell, hogy előzze egy egyeztetés a képviselőtestületen belül, illetve természetesen a szakbizottságoknak is, illetve a hivatal osztályainak is számolni kell, hát sajnos osztani kell, illetve hát adott esetben sajnos szorozni is. De azt már most előjáróban el szeretném mondani mindenféleképpen, hogy a képviselőtestületnek nagyon komolyan át kell gondolnia azt a kérdést, hogy van az önkormányzatnak kötelezően vállalt feladata, vannak az önkormányzatnak önként vállalt feladatai. Ezek aránya már most is, hogy fogalmazzak, egészségtelen, hiszen pontos számításaim még nincsenek, de lehet, hogy pénzügyi osztályvezető asszonynak már vannak pontos számításai, de hozzávetőlegesen a költségvetésünknek ha százalékos arányt nézünk, a költségvetésünknek a 30%-át fordítjuk most csak, 30-40%-át fordítjuk csak kötelező feladatra, a többit önként vállalt feladatainkra fordítjuk. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon át kell gondolni. Előjáróban még annyit hozzá szeretnék fűzni, mielőtt meghozzuk ezeket a döntéseket, hogy természetesen önmagunkon fogjuk kezdeni a takarékoskodást. Én ezt nagyon fontosnak tartom megemlíteni. Tehát a hivatali és az önkormányzati kiadásokat szeretnénk elsősorban majd csökkenteni. Példákat is tudnék most mondani, nyilván, de ez majd én azt gondolom, hogy majd, ha odaérünk a hídhoz, és ha látjuk a pontosabb számokat, akkor szeretnék a részletes döntésekről majd tájékoztatni a tisztelt képviselőtestületet is természetesen, és a tisztelt lakosságot is, de hangsúlyozom még egyszer, úgy, ahogy nagyon sok magyarországi önkormányzatnak, nagyon sok magyarországi településnek, de nem csak magyarországinak, európainak is természetesen, nekünk is sajnos meg kell hoznunk ezeket a döntéseket annak érdekében, hogy a város működőképes maradjon, illetve a költségvetést egyensúlyban tudjuk tartani. Köszönöm szépen. Heringes Anita képviselő asszony. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm polgármester úrnak, hogy a kezdeményezésünkre napi rendelőt beszámolt, mert kezdeményeztük polgármester úrnál, hogy legyen egy ilyen pont, mert én fontosnak tartottam, hogy miután látjuk, hogy minden önkormányzat óriási bajban van, így mi is, de akkor beszéljünk róla. Én ezt egy jó első lépésnek tartom a közös együttműködésre, és én abban hiszek, hogy a továbbiakban is ennek úgy kell működnie, mint egy jó házasságnak, hogy jóban, rosszban. Most a rosszban is itt állunk a többség mellett, és akkor reméljük, hogy a jóban is tudunk majd közösen felelősséget vállalni. Köszönöm. Köszönöm. Ajedzi azt, hogy szavaznunk kell beszámoló, vagy nem, nem. Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs más kérdés, akkor folytatjuk. Interpelláció érkezett főjegyző úrhoz. Átadnám a szót. Bocsánat, köszönöm. Igen, az interpellációt Barnabás István képviselő úr nyújtotta be. Gondolom, akkor szeretné szóban is elmondani. Igen, köszönöm a lehetőséget. Talán egy kicsit szokatlan, hogy miért a címzetes főjegyző úrhoz nyújtottam be, azt hiszem, ilyen még nem nagyon volt, de talán majd ha ismertettem az egészet, akkor az kiderül.
Tehát a Paks város tulajdonában levő Paks 1 homok nevű bányatelken a bányászati jogot, a bányafelügyelet, tehát a bányászati hatóság, az átadta a DC Dunakom Kft-től a Paksi Fejlesztési és Vagyonkezelő részvénytársaságnak a javára, vagy vagyongazdálkodási rész, ZRT javára. Ez még 2020 végén történt, és a PFV ZRT, ugye ez a Paksi Fejlesztő és Vagyongazdálkodási ZRT, ez 2020 októberben szerződést kötött a Soltút Kft-vel, mint alvállalkozóval, ennek a homok bányának a kitermelésére. Ez szerint a szerződés szerint a vállalkozó a kitermelt homokért 100 forint per köbméter díjat fizet, illetve fizetett, mert ugye közben kitermelték az összes engedélyezett 186 ezer köbméteret az idén nyárra. Én nem vagyok egy homokügyi szakértő, de a hozzáférhető adatok alapján, amit végeztem egy kis piackutatást, tehát 2021-22-ben a kitermelt bányahomok ára az 3000 forint per köbméter felett volt. Tehát 3-4 ezer forint között volt. Ez a sárga homok, ugye? Nem a dunai homok, ez a sárga homok. Amennyiben ebből levonjuk a kitermelés költségét, ebben sem vagyok szakértő, csak úgy becsülni tudom, hogy akkor megállapítható, hogy a bányahomoknak, mint nyersanyagnak, tehát magának a homoknak az ára, az valahol 1000-2000 forint között kell, hogy legyen. Ugye azt az előbb említettem, hogy 186 ezer köbméter homokot termeltek ki a szerződés szerint a homok a bányából, tehát ennek a kitermelt homoknak a becsült értéke valahol 186 millió, ugye, hogyha 1000 forint az ára mondjuk, vagy 372 millió forint között van, hogyha 2000 forint az ára. De mindenképpen egy 100 milliós összeg. Ezzel szemben a PFV ZRT-nek, a alvállalkozó Soltút Kft., ugye a szerződés alapján, amiben 100 forint per köbméteres ár szerepelt, összesen 18,6 millió forintot fizetett a homokért. Az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint az önkormányzat vagyonának kezelői többek között az önkormányzat gazdasági társaságai. Tehát értelemszerűen ebben az esetben a homokbányának a vagyonkezelője, ez a PFV ZRT. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani, ez van a vagyongazdálkodási rendeletünkben. És a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért Paks város jedzője a felelős. Ez az ellenőrzés, ennek az ellenőrzésnek a feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, a jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. Tehát ez a fő oka, hogy a jegyző úrhoz interpellálok. Ezen kívül még ugye van egy felügyelőbizottsága is a PFV ZRT-nek, amit az önkormányzat képviselőtestülete nevezett ki. Ennek a felügyelőbizottságnak az elnöke a szerződés fennállásának idején a főjegyző úr volt, illetve tagjai, a képviselőtestület két tagja voltak, vagy még az egyikük még most is tagja. A kérdésem a főjegyző úrhoz, kérdéseim a következők az interpelláció kapcsán. Milyen ajánlatkérés előzte meg a szerződés kötést a vállalkozó Soltút Kft-vel? Kérem, mutassa be az ajánlati dokumentációt. Hány értékelhető ajánlat érkezett be az ajánlatkérésre? Kérem, mutassa be a beérkezett ajánlatokat. A felügyelőbizottság mérlegelte-e a polgári törvénykönyv adott paragrafusa szerinti feltűnő értékaránytalanság fennállását? És az utolsó kérdésem pedig, véleménye szerint a Paks 1 homokbánya 2021-22. Évi kitermelésével érte kár Paksváros önkormányzatát? Tehát ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. Több dologban egyetértek a képviselő úrral. Én sem vagyok homokbánya szakértő, sárszakértő.
az baj, nem tudom elolvasni a saját írásomat, akkor csak a másodikat mondom. Valóban ez van ideírva a gazdálkodásról szóló rendeletben, és el tudom olvasni a harmadik, az valóban nem volt szerencsés hozzám intézni ezt az interpellációt, megmondom miért, de válaszolni fogok, legalábbis elkezdeni. Ugye azt mondja ez az ominózus fejezet, amit ön citál, hogy a vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződések, stb. Ugye a vagyonkezelési szerződésnek az a sajátossága, hogy közfeladatra köti meg az önkormányzat, kizárólagos hatáskörrel a képviselőtestület. Ilyen szerződése van az önkormányzatnak, a klikkel, vagy hogy hívják most őket, nem tudom megmondani, azzal kötötte a tankerülettel kötötte az önkormányzat. Tehát a homokbánya pedig, akárhogy is nézzük, az nem egy közfeladat. Ha a képviselő úr elolvassa még egyszer, nem lévén jogász ezt a fejezetet, akkor valóban ezek vannak a délben, csak nem rá vonatkozik. Tehát ergo a jegyző ebben az ügyben nem interpellálható, mert nem a hatáskörében tartozó feladatot látott el, de én szeretnék válaszolni, mert ugye nincs itt semmiféle takargatni valója a felügyelő bizottságnak, csak szögezzük le, hogy ez nem interpelláció. Ugyanezeket a kérdéseket tette föl a felügyelő bizottság is, mikor találkozott ezzel a homokbánya kérdéssel, sőt, még más kérdés is megfogalmazódott, a mennyiségi kérdés, hogy valójában mennyit vittek el onnan. Ez mégpedig jóval azelőtt, hogy először ez a téma a képviselőtestület előtt lett volna, hiszen a felügyelő bizottság tárgyalta a cég beszámolóját, és ott a vezérigazgató úr elénk tárta ezeket a dolgokat, és ezeket a kérdéseket tett, valójában ezek a kérdések fogalmazódtak meg. Részben az FB, részben pedig maga a vezérigazgató úr is az FB-vel egyetértve is, hogy tájékoztatva lefolytatta ezeket a vizsgálatokat, ő inkább a mennyiségi dologra, és azt állapították meg, jól emlékezetem szerint, hogy a szerződéses kereten belül maradt a vállalkozó, tehát többet nem vitt el. Információim szerint, ha jól emlékszem, 3 darab ajánlat érkezett be, de ezt az ajánlati kört az akkori menedzsment saját hatáskörben, az ő hatáskörébe tartozó rezsimen belül folytatta le, tehát nem közbeszerzés keretén belül. Valóban a 3-as és a 4-es kérdés volt az, amit igazán felmerült bennünk is, mert nem vagyunk szakértők, és én is megnéztem a neten, hogy milyen árak vannak. 1450-től a csillagos égig vannak a köbméterek, de azt tudni kell, hogy azért ez a töltelékhomok, meg a homok, meg mit tudom, tehát itt azért vannak különbségek, hogy rostált, nem rostált, de hát ezt az ügyirata azt tartalmazza, amely a cégnél található meg. Summa summarum, mivel úgy értékelte a felügyelő bizottság, hogy nem árszakértő, ezért egy igazságügyi árszakértőt vettünk igénybe, akinek a feladata az volt, hogy az összehasonlító árak figyelembevételével nézze meg, és ugye ez egy olyan konstrukció, hogy nincs a cégnek eszköze, csak egy bányája, és ezt a cég, az alvállalkozó maga végzi ezt a tevékenységet, és gyakorlatilag a haszonból ad át valamennyit. Ugye nekünk az volt az elsődleges, hogy ugye a szertágazó adatok miatt, hogy mondja már meg egy szakértő, egy olyan szakértő, aki már látott ilyet, hogy érte-e kár az önkormányzatot, illetve hogy több, tehát hogy megfelele ez a konstrukció a gazdálkodási életnek, mert nem tudtuk. Most azért az igazságügyi szakértő, és azért döntöttem, és ezért javasoltam az igazságügyi szakértőt, mert az igazságügyi szakértőről tudni kell, hogy hatósági eljárásban azért az ő szava majdnem, hogy megkérdőjelezhetetlen, egyrészt, kettő, igazmondásra kötelezett, de még az összes szakértő azért. 3-as pedig, ezt a saját példámból tudom, amikor volt egy maszek ügyem ezelőtt 20 éve, igazságügyi szakértőt fogadtam, aki közölte velem, hogyha turpisságban gépjárműről volt szó, akkor ő azonnal feljelentést tesz. Ennek a tudatában bíztunk meg egy igazságügyi szakértőt, aki megállapította, hogy ez a konstrukció és ez az árképzés az adott gazdasági környezetnek megfelelő, ergo nem érte az önkormányzatot kár. Amennyiben gondolom, a képviselő úr mindenre nem kapott kielégítő választ, én azt javaslom, hogy e-mail-el, hogyha a cégvezetőhöz fordul, a vezérigazgatóhoz, szerintem a hiányzó doksikat
önnek nyugodtan mondjam, én nem őrzöm ezeket, tehát nálam nincs. Én csak azért szerettem volna most, meg nem ilyen, hogy 15 nap, meg mit tudom én, hogy ne söpörjük szőnyeg alá. Ezzel a felügyelőbizottság február óta foglalkozott, és a végére akart járni, mert nem szeretünk álmatlan éjszakákat. Hogyha nem, a képviselőnek továbbra van szüksége. Szerintem én is biztatni fogom a cégvezetést, hogy mi hamarabb adja ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, főjegyző úr. Akkor azért, ugye itt főjegyző úrtól elhangzott az a kijelentés, hogy ő ebben a kérdéskörben nem interpellálható. A jegyző azt mondja, kérdezem, hogy akkor most mit tegyünk, annak ellenére, hogy ugye válaszolt főjegyző úr. Nem kell szavazni róla. Jó, köszönöm. Barnabás István képviselő úr. Hát egy kicsit megdöbbenek ezen a állásponton, de majd megnézem én is. De viszont válaszol mindenképpen van jogom. Mert a szavazás előtt ugye viszont válasz van ilyenkor az SMS szerint. Úgyhogy én azt most megtenném. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy... A jegyzőasszonynak adnám át a szót. Elnézést. Azt ki kell, ja, most sikerült, most. Igen. Ugye kérdésnél ott nincsen. Tehát az szavazás, illetve viszont válasz az interpellációnál van. Tartalmát tekintve ez nem minősíthető annak, mert ugye nem a jegyzői hatáskörbe tartozó kérdésről van szó, mert ez nem egy vagyonkezelői szerződés, hanem egy bérleti szerződés, ami nem közfeladatellátásra köttetett meg. Tehát egy polgárjogi szerződés, nem egy közjogi jogintézmény. Köszönöm szépen, a jegyzőasszony. Heringes Anita, ügyrendi. Köszönöm. Interpellációként adta be, akkor két lehetőségünk van, vagy elutasítjuk szerintem, vagy de átminősíteni közben nem tudjuk. És ha viszont interpellációként elfogadásra került, és az SMS-ünk alapján annak megvannak a szabályi, akkor szerintem ezt végig kell csináljuk interpellációként. A jegyzőasszony. Igen, itt, hogy jegyző úrra mondjuk, és hogy tehát tulajdonképpen ez ténykérdés, hogy interpelláció vagy nem interpelláció, tehát önkormányzati ügyben, hatáskörében lehet valakit interpellálni. Ez egy közjogi jogintézmény, az interpelláció. Nyilván ezért egy közjogi felelősség kell, hogy kapcsolódjon hozzá, ahhoz pedig egy hatáskör kell, hogy kapcsolódjon. A vagyonkezelői szerződéseknél van ez a bizonyos átruházott hatáskör, ami egy testületi tulajdonosi ellenőrzési jogkörnek az átadása a jegyző részére a vagyonkezelői szerződések ellenőrzése kapcsán. De ez nem vagyonkezelői szerződés volt, tehát a jegyzőnek a tulajdonosi ellenőrzése nincsen hatásköre, nincs átadva a tulajdonosi ellenőrzési hatáskör az ilyen szerződéseknél, külön nevesítve magyarul a testület gyakorolja. Bocsánat, hogyha jól értelmezem, akkor ez nem interpelláció, mert nem interpellálható jegyző úr ebben a kérdésben. Tehát ennek ellenére megválaszolta a kérdést, de ez nem egy interpelláció, ha jól értelmezem. Köszönöm. Jó, akkor... Igen, és akkor a következő, még mindig a napirend elfogadása előtt kaptam egy kérdést Barnabás István képviselő úrtól. Ha kívánja ismertetni a kérdést, akkor átadom a szót. Köszönöm. A téma az hasonló, ugyanez. Azért hadd szögezzem le az előző után, miután gyakorlatilag belém folytották a szót. Nem válaszolta meg a főjegyző úr a kérdéseimet, amit ő tényszerűen elénk tárt, hogy valami igazságügyi szakértő azt mondta, hogy ez rendben van, azt nem támasztotta alá dokumentummal, a kért dokumentumokat nem mutatta be.
és önök pedig azzal, hogy belém folytják a szót, és úgy gondolják, hogy ez nem volt interpelláció, ezzel még a vélemény nyilvánításnak a felelősségét is lerázzák magukról a többség, ugye ezzel a kis akcióval. De akkor most fölteszem újra a kérdést, ugye nem mondom el még egyszer a sztorit, a lényeg az az, hogy 100 forintért adták azt, aminek a piaci ára 3000 és 4000 forint között van, abból a nyersanyag ára legalább 1-2000 forint, tehát magyarul 100 milliós veszteség érte a önkormányzatot. És veszteség érte, ezt felelősen állítom, mert a Paks város homokbányájában levő homok, az a város vagyona. Akármennyire is most kijogászkodják a jogászhölgyek, urak, hogy ez nem vagyon. De ez vagyon. Ez vagyon. És itt a vagyongazdálkodásról van szó, mert ezt a vagyont, ezt elherdálták potom áron a piaci árhoz képest. Egyébként még annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy egy pillanat, hogy a kibányászott homok után, ugye a homok, tehát minden, ami a földben van, az az állami. Abban a pillanatban, hogy kitermelik, akkor már nem az állami lesz, hanem a kitermelője lesz, de ezután egy adót kell fizetni. Ez az adó, ezt úgy hívják, hogy bányajáradék. A homok után a bányajáradékot, nem minden más után egy fajlagos ár után kell fizetni, annak az 5%-a az ilyen szilárd termékek esetében, mint a homok, az 5%. A fajlagos árat egy kormányrendelet határozza meg. Itt a homok fajlagos ára, és ezt lehet tudni, hogy pontosan, hogy ennek a homoknak, mert úgy adta ki a bányászati hatóság az engedélyt, hogy beírta a kódszámát is, hogy ez milyen nyersanyag, és ott ebben a kormányrendeletben az adott kódszámú nyersanyagoknak van meghatározva a fajlagos ára. Ennek a homoknak a fajlagos ára 870 forint. Nem a kitermelt a homok ára, ami után a bányajáradékot kell fizetni. Ennek a 870 forint per köbméternek az 5%-át kell kifizetni adóként, önbevallás alapján az államnak. Tehát elég érdekes, hogy egy igazságügyi szakértő leírja, hogy a 100 forint az egy reális ár, miután csak a járadéknak a fajlagos ára, amiből a járadékot számolják, a bányajáradékot, az 870. A piaci ár meg jóval magasabb annál is. Úgyhogy semmiképpen se fogjuk ezt ennyiben hagyni, ezt az ügyet. Nyilvánvalóan meg fogjuk tenni a megfelelő jogi lépéseket, és majd kíváncsian várjuk akkor az igazságügyi szakértőnek a álláspontját, és akkor most, bocsánat, egy kicsit elkalandoztam a kérdésemtől. Tehát akkor a polgármester úrtól is lenne három kérdésem, polgármester úrhoz. Az első az az, hogy a polgármester úr tudott-e ennek a szerződésnek a megkötéséről. A második, hogy érte kár az önkormányzatot a polgármester úr szerint. A harmadik pedig, ha igen, akkor a polgármester úr kit tart felelősnek az önkormányzatot ért kár okozásáért. Köszönöm szépen előre is a választ. Mielőtt válaszolnék, megadnám a szót dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző úrnak. Én nem azt mondtam, hogy nem adom oda, azt mondtam, hogy nem én kezelem az ügyiratot. Tehát nálam nincs. És azt is mondtam, hogy én nagyon is örülnék, hogyha minden ügyirat átkerülne a képviselő úrhoz. És én nem vagyok árszakértő, még egyszer elmondom, de én úgy emlékszem, hogy ez a 100 forint, ez a haszon része, nem az ár. Nem. Oké. Köszönöm szépen, és akkor válaszolnék én is. Az első kérdésére, hogy tudtam-e a szerződésnek a megkötéséről, előzetesen nem tudtam a szerződés megkötéséről, azt követően szereztem róla tudomást, amikor a felügyelőbizottság jelezte számomra ezt a kérdéskört, hogy szerintem érte kár az önkormányzatot, én azt gondolom, hogy a címzetes főjegyző úr már megválaszolta ezt a kérdést, hiszen igazságügyi szakértői vizsgálatot indított, meg egyáltalán vizsgálatot indított a felügyelőbizottság ebben a kérdéskörben, és én azt gondolom, hogy csak
és kizárólag erre az igazságügyi szakértői vizsgálatra alapozva mondhatok véleményt. Az, hogy kit tartok felelősnek ebben a kár okozásért, ezt a kérdést pedig okafogyottá vált az első kettő megválaszolásával. Köszönöm szépen. Akkor a napirend elfogadására teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 13-as számú napirendet nem olvasnám fel, a helyrajzi számok sokasága miatt lekívánom venni a napirendi pontok közül ezt az előterjesztést, annak okán, hogy a megadott határidőre nem érkezett ajánlat ezen ingatlanok értékesítésére vonatkozólag, így a liciteljárás eredménytelen volt. Ennek okán ezt a napirendet nem tárgyalja a képviselőtestület. Tehát ezzel a módosítással terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé a napirendet. Heringes Anita képviselőasszony. Köszönöm. Ezt a napi rendet ugye már múlt testületi ülésen is tárgyaltuk, akkor következő nem tárgyaltuk, levettük napi rendről, mert akkor sem jelentkezett senki a nyílt licitre, vagyis nem jelezte, hogy majd fog ajánlatot tenni. Kérdés az, hogy ezt következő testületi ülésen számolhatunk-e vele, vagy bármilyen jelzés, hogy mi az oka, hogy egyébként egy ilyen tényleg jó területet nem jelentkezik senki azok közül, akik előre jelezték, erről tudunk-e bármit? Ebben a pillanatban egyik kérdésre sem tudok még válaszolni, arra sem, hogy ezt napirendre fogjuk-e tűzni az elkövetkezendő időszakban. Reményeim szerint igen, de ezt nem tudom 100%-osan kijelenteni, 100%-os biztonsággal kijelenteni. Hogy miért nem jelentkeztek erre a területre, erre a valóban nagyon értékes területre, ezt meg nem én tőlem kell megkérdezni, én azt gondolom, hanem attól, akik esetleg az ajánlatokat tették volna. Köszönöm szépen. Szántó Zoltán alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót. Ugye, hogy miért nem jelentkeztek, arra egyfajta magyarázat vagy válasz is lehet az, ugye, hogy a jelenlegi település rendezési eszközeinkben ennek a területnek a használhatósága az ugye meglehetősen kötött és korlátozott, ami lehet, hogy magánbefektetőknek vagy egyéb piaci szereplőknek a fantáziáját nem mozgatja meg. Jól is van ez így jelen pillanatban. Az pedig, hogy mikor tudjuk újra napirendre tűzni, az nyilván egyeztetést fog igényelni. A tegnapi napon, ha jól emlékszem, 10 órakor zárult le a liciteljárás eredménytelenül, még nyilván egyeztetéseket igényel, hogy a korábban szóban forgó állami gazdasági társaságoknak milyen olyan feltételeket kell teljesíteniük, amivel már részt tudnak venni egy ilyen eljárásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha a napirenddel kapcsolatban nincs több kérdés, akkor szavazásra bocsátom a napirendet. Kérem, szavazzunk. Na. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Akkor az első napirendi pontunk közalapítványok és alapítvány kuratóriumának beszámolója. Vagbottyán tehetséggondozó közalapítvány, felsőfokú tanulmányok, szociális támogatás a Pakson közalapítvány, Paks és környéke mentésért közalapítvány, Dávid József úr részéről a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, Kiszl Károly úr részéről a Paksi Dunapartért közalapítvány beszámolóját, illetve közalapítvány és alapítvány beszámolóját olvashatta a tisztelt képviselőtestület a mellékletekben. Az alapítványok megjelent képviselőit köszöntöm. Ezekkel a beszámolókkal kapcsolatban esetleg kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a döntési határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk.
11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015 évi önkormányzati rendelet módosítása. Ugye itt már itt a expozénban, tehát a napirend előtti felszólalásomban említettem azt, hogy 2022. június 30-áig nem volt lehetősége az önkormányzatoknak ezen intézményi térítési díjak módosítására. Na most ez június 30-ától lehetséges, így természetesen arra teszek javaslatot, itt a már szintén említett élelmiszerárak és energiaárak növekedése miatt, hogy az itt az előterjesztésben szereplő térítési díjakat fogadja el a tisztelt képviselőtestület. Egyébként a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolt a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019 évi önkormányzati rendelet módosítása. Ugye még a május 25-i testületi ülés alkalmával fogadta el a tisztelt képviselőtestület két önkormányzati rendeletnek a módosítását. Ezek érintették az átruházott hatáskörök szabályozását. Na most ezeket a változásokat tehát kell vezetni az SMS-en, az átruházott hatásköröket tartalmazó mellékletben. A mellékletben egyébként szépen szerepel is, kiemelve, illetve dőlt betűvel szerepelnek a változások. A Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen, valóban egy technikai jellegű módosításról volt szó. A következő napirendi pontunk a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014 évi önkormányzati rendelet módosítása. Ugye erről a tevékenységről, vagy ennek az önkormányzati rendeletnek az áttekintése alkalmával a hivatal munkatársai észlelték, hogy a rendeletben aktualizálni szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közfeladat ellátásának formáját, valamint a közszolgáltató személyét, tehát alapvetően technikai jellegű, ugyanúgy az előző napirendnél, előterjesztésnél itt is ilyen technikai jellegű módosításról van szó, méghozzá ugye, hogy korábban ugye a Kaposmenti hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás keretében és a KHG Nonprofit Kft. Útján ellátott közfeladatot jelenleg az önkormányzat már nem társulásos formában látja el a Vertikál Nonprofit ZRT-vel fennálló jogviszony alapján. Ezt kellett igazából módosítani, hogy most már a települések külön szerződés keretében látják el a Vertikál ZRT-vel ezen tevékenységüket, tehát egy ilyen technikai jellegű módosításról van szó. A társulás természetesen továbbra is létezik, csak egy ilyen jellegű változás történt. Köszönöm. A Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban Heringes Anita képviselőasszonynak adom meg a szót. Szavazási magatartásunkat szeretném indokolni. Alapvetően hibás döntésnek tartottuk a Vertikálnak való átadását ennek a közszolgáltatásnak, hiszen azóta látjuk, hogy mennyiben romlott a minősége a hulladékszállításnak. Ezért a bizottsági ülésen többek javaslatára, és úgy éreztem, hogy egyetértésben kezdeményeztük, hogy legyen egy ad hoc bizottság akár erre a témára. Nézzük meg, hogy a Vertikál Kft. Miért nem végzi olyan minőségben a munkáját, mint ahogy hozzászoktunk, és utána erről legyen egy határozat. Köszönöm. Ezért mi nem fogjuk ezt támogatni. Köszönöm szépen. Nem az én tisztem megvédeni természetesen a Vertikál ZRT-nek a
a munkáját. A képviselői közül nem látok itt senkit, de el tudom fogadni képviselőasszonynak a véleményét, magánvéleményét. Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Hat igen, öt nem mellett elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm. Nem fogadta el, bocsánat, rendeletről van szó. Nem fogadta el a képviselőtestület. Jó. Következő napirendi pontunk az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022 önkormányzati rendelet módosítása és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok együttműködésével kapcsolatos koncepció felülvizsgálata. Ugye ez két részre oszlik az előterjesztés, kétszer is fogunk ennek értelmében szavazni. Elsőként a költségvetési rendelet módosítását, második módosítását terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé, és erről kellene szavaznunk. Itt a rendelet módosításának indoklása szerepel egyrészt a szöveges indoklásban is, másrészt a táblázatokban is, de elmondható az, hogy mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében egyensúlyban marad a város költségvetése. Lényegében ennyivel szerettem volna ezt kiegészíteni. Valamennyi bizottság tárgyalta, egyedül a gazdasági bizottság nem javasolta elfogadásra a tisztelt képviselőtestület számára. Kérdés, Heringes Anita képviselőasszony. Nagyon szépen köszönöm, ugye ez két szavazásra bomlik ez a döntésünk. Az elsőnél, vagy a másodiknál, igazából a PFV-ről szeretném elmondani, hogy mi ezt már régóta kezdeményeztük. Ha érünk, akkor visszatérhetünk. Persze, akkor erről a részéről, igen, a költségvetési módosítás. Itt, ahogy elmondtam, miután ugye ez egy minősített többséges döntés, ezért a mi frakciónk támogatni fogja, hiszen olyan kérdések vannak benne, ami a szociális otthont érinti, ami a gyermekek étkeztetését érinti, ezért a város érdekében természetesen támogatjuk, bár költségvetési kérdésekben tartózkodni szoktunk, mert hogy eddig nem tudtuk érvényesíteni a választókerületeink érdekeit, sosem sikerült a költségvetésben szerepeltetni a mi kéréseinket. Reméljük, hogy ez a jövőben megváltozik, és tényleg abban hiszek, hogy jóban rosszban, most a rosszban itt vagyunk, és a jóban is remélem, hogy továbbra már szorosabban tudunk majd az együttműködés városában együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én nagyon örülök annak, hogy ezt a, hogy is mondjam, elképzelést, hogy ugye az év elején elfogadott költségvetésnek a módosítását általában elvi szinten nem szavazták eddig meg az ellenzéki képviselők. Nagyon örülök, hogy megváltozott ez a véleményük, nagyon örülök, hogy érzik végre annak a súlyát, annak a felelősségét, hogy amikor egy ilyen költségvetési módosításról van szó, hogy akkor mégis érzik annak a súlyát, hogy ugye szociális kérdésekről van szó, és miről kell igazából itt dönteni. Én ezt hálásan köszönöm. Henninges Anita képviselő. A döntéseink súlyát eddig is éreztük, polgármester úr, pont ezért volt a szociális kérdésben, ugye mi az a módosító indítványunk, hogy emeljük meg az idősek otthonában lévő embereknek, ott dolgozóknak a fizetését. Most látjuk, hogy szükség van a mi szavazatunkra, hiszen ennélkül nem menne át ez a költségvetés, viszont mi annak a súlyát is érezzük, hogy a választókerületünkben lévő embereknek a kéréseit is teljesítenünk kell tudni, annak pedig úgy érzem, hogy eddig polgármester úr nem érezte a súlyát. A további kérdések, észrevételek, ha nincsenek, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Döntési javaslatot.
11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Még egyszer köszönöm szépen. Akkor igen, az előterjesztésnek van egy második része, ahol ugye a korábban már felmerült 2021 novemberi testületi ülésen hozott határozatunkat kellene kívül helyezni, ugye, amely arról szólt, hogy egy elismert vállalatcsoport alapítását határozta el akkor az önkormányzat. Most ezt szeretnénk módosítani itt az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel. Mind makrogazdasági szinten, mind mikrogazdasági szinten bekövetkezett változások indokolják azt, hogy ennek a vállalatcsoport megalakításának már ilyen formában nincsen létjogosultsága, viszont mindenféleképpen szeretnénk, hogyha megvalósulna az önkormányzat többségi tulajdonában, vagy teljes tulajdonában lévő cégei között az együttműködés, a szinergiákat lehetne hasznosítani, és az egységes irányítást megteremteni. Ezért az előterjesztés is úgy szól, vagy a határozati javaslat is úgy szól, hogy az Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a DC Dunacom ZRT vezérigazgatóját. A második pontban leírt, most ezt nem részletezném, második pontban írt beolvadási folyamat és az ahhoz szükséges dokumentumok előkészítésére, az egyesüléssel érintett társaságokkal az egyesülés tárgyában lefolytatandó tárgyalások szükség szerinti lebonyolítására, a beolvadás folyamatának lebonyolításának összehangolására, és a képviselőt, ezt szeretném kiemelni, és a képviselőtestületi döntést igénylő kérdések képviselőtestület elé terjesztésére. Tehát nem most döntünk erről, megbízzuk a DC Dunacom ZRT vezérigazgatóját, Domonkos Tamást azzal, hogy folytassa a megváltozott koncepció értelmében ennek a beolvadásnak a megvalósításának a kidolgozását, meg a lehetőségét, hogy megteremtse, mert ahogy hangsúlyoztam, a korábbira már nincsen lehetőség. Ezzel kapcsolatban kérdés. Heringes Anita képviselő asszony. Köszönöm szépen. Én kezdeményeznék egy olyan egyeztetést, hogy ugye azért nem lehetséges, mert kevesebb most már a cég, mint amiből holdingot lehet létrehozni. Éppen ezért, ha az eddig elkészült tanulmányok, vagy elkészült anyagokkal kapcsolatban egy egyeztetést, ha lehetne Domokos úrral kezdeményezni, ahol megtudhatjuk, hogy egyébként ezt hogy lehetett volna létrehozni, és megérte, mert ezért eltelt több mint 9 hónap, és érdekelne, hogy ennek mi lett a folyamánya 9 hónap alatt. Ezt akkor nem Domonkos úrral kell, de így a végén ugye olvastam, hogy Domonkos vezérigazgató úr majd a képviselőtestület elé hozza ezeket a kérdésköröket. Tehát az eddig eltelt időszakról Perlik Tamás úr tud majd tájékoztatást adni, de ez részletkérdés. Értettem a kérést, és én azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya nincs. Köszöntöm Perlik Tamás vezérigazgató urat is, kérem jelezze egy bólintással, vagy semmi akadálya nincs. Köszönöm szépen. Szántó Zoltán alpolgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Képviselőasszony ezt már a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetette. Vezérigazgató úrral mi egyeztettünk, és én megkértem, hogy készítse össze az összes dokumentációt egybe. Én azt gondolom, hogy adott esetben a jövő hétre már leegyeztetett egyeztetésünknek témáját is jelenthetné ez a kérdéskör is. Tehát ezek már összeszedésre kerültek, és prezentálhatók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Barnabás István képviselő úr. Köszönöm. Még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt az ínséges időkben talán tényleg fontos lehet. Amikor a PFA ZRT annak idején létrejött, rögtön a létrejötte után az önkormányzat egy telekügy, egy elképzelt telekügy miatt ugye végrehajtott egy elég komoly tőkeemelést, ázsiós tőkeemelést, ha jól emlékszem, valami 1,2 milliárd forint volt. Aztán még az előző képviselőtestület révén ez a telekügy ez nem valósult meg. Most mindegy, hogy mi volt ez. És ezek után ennek a tőkeemelésnek a nagyobbik felét
úgy tudom, hogy visszavonta, tehát tőke leszállítás volt, de egy pár százmillió forint az ott maradt a PFV ZRT-nél. Most én nem néztem meg a beszámolóját, nyilván ott van azóta is, mert nem emlékszem, hogy ilyet költöttünk volna, de hát ezt majd nyilván figyelembe kell venni a egy beolvadáskor, vagy nem tudom mi lesz, hogy itt 2-300 millió forintról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelzést, és majd nyilván tájékoztatunk erről. Szántó Zoltán, a polgármester úr. Köszönöm szépen a szót. Valóban az előző testület a nagyobbik felét, vagy nagyobbik részét visszakérte, a másik felét ott hagyta, ugye a jelenlegi gyakorlat szerint a PFV ZRT a saját tőke terhére végzett bizonyos feladatokat, amelyeket az önkormányzat kifizetett végül. Így, tehát adott esetben mondjuk a Bóbita bölcsőde felújításának tervezése is saját tőke terhére történik, amit az önkormányzat, amikor megvásárol, akkor ez ugye újra kessé válik számára, illetve a tőke részévé válik. Ezért valóban ott kell lennie egy olyan összegnek, aminek a jövőjéről gondolkodni és gondoskodni kell az összeolvadási folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom most a határozott javaslatot erről a kérdéskörről. Kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk. Beszámoló Paksváros 2022. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról. Valamennyi bizottság megtárgyalta, és a gazdasági bizottság kivételével mindegyik elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ugye itt arról van szó, hogy a június 30-áig teljesült bevételi és kiadási táblák szerepelnek itt, illetve hogy hány százalékban teljesültek, összegszerűleg is természetesen itt vannak. Ezek a mondom még egyszer, a bevételek és a kiadások oldalon is, intézményeinkre lebontva, feladatokra lebontva szépen itt szerepelnek a teljesítések. Elmondható, hogy 40 és 60 százalék közötti a teljesítés, tehát a fél éves teljesítésnek én azt gondolom, hogy megfelelő. Nyilván van olyan közöttük, amely speciális jellegénél fogva, a feladat speciális jellegénél fogva nem éri el az 50%-ot, vagy már esetleg 90%-on áll, de ez természetes, úgyhogy de összességében elmondható, hogy mindenféleképpen ezen a területen jól teljesít az önkormányzat, tehát közel 50%-os valóban, ha nagy átlagot nézzük. Beruházások, felújítások tekintetében az mondható el, hogy a felújításainknál a június 30-ai állapot az 1,4%-os teljesítést mutat, ez természetesen torz, hiszen azóta már eltelt 2 hónap, és általában ugye a nyári időszakban történnek ezek a felújítások. Beruházásaink pedig 18,44%-os teljesítést mutatnak, de nyilván egy fél év június 30-ai állapot, ez reményeink szerint év végére, tehát majd a zárszámadásnál és az évvégi beszámolónál ez is már sokkal jobb, reményeink szerint sokkal jobb képet mutat. Köszönöm. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot. Kérem, szavazzunk. 6 igen, 5 tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk megállapodás megkötése szolgalmi jog alapításához a Paks és térsége közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulás és Paksváros önkormányzata között. Ugye hát már bő egy éve működik ez a térségi társulás több önkormányzat részvételével, benne is van a neve, hogy a közműfejlesztését, alapvetően ugye a vízi közműfejlesztésről van szó. Olyan ingatlanok is szóba jöttek itt a
vízi közműfejlesztés kapcsán már a tervezés fázisában, amely ingatlanokra az önkormányzatok javára, mert több önkormányzat is tagja ennek a társulásnak, tehát nem csak Paks, az önkormányzatok javára közérdekből a vízvezeték, szennyvízvezeték és csapadékcsatorna elhelyezése céljából szolgalmi jog alapítására kerülne sor. Ehhez a szolgalmi jog megállapításához a megállapodás a mellékletben szerepel. Itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a megállapodás külön kiemeli, hogy a szolgalmi joggal természetesen nem él vissza egyik önkormányzat sem, Paks sem, hanem az érintett ingatlanok használóinak szükségtelen zavarásától tartózkodni fognak, majd a kivitelezők a munkaszervezés során az ingatlanok használóinak érdekeit figyelembe veszi, együttműködik velük, éjszakai munkavégzésre nem kerül sor, csak ha nyilván ez elkerülhetetlen, zajhatásokra, szóval mindenre oda fognak figyelni, de ez már a megállapodásban is rögzítve van. Köszönöm szépen. A Gazdasági Bizottság elfogadása javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk, ingatlan tulajdonszerzés, ez a Pollak Mihály utcától északra fekvő területről van szó. Ugye itt a táblázatban szerepelnek helyrajzi szám szerint azok a belterületek, amelyekről szó van, 26 darab ingatlanról van egyébként szó, nyilván abból a célból történik ez a tulajdonszerzés, hogy majd itt közterületeket lehessen létrehozni, közösségi funkciójú területeket, illetve lakóépületeket lehessen kialakítani Pollak Mihály utcától északra fekvő területen, tehát ott nyilván a Paks 2-es beruházás kapcsán a megnövekvő lakosság GOT, a megnövekvő lakosság létszámot valahol el kell helyezni. Ez már az ős időkben is arra lett kijelölve egyébként ez a terület, úgyhogy itt zajlik ez a tulajdonszerzés az önkormányzat részéről, a pénzügyi fedezetet azt támogatás biztosítja az önkormányzat számára, 2019-es támogatás, és hát már elkezdődtek a vételi ajánlatot elfogadó tulajdonosokkal a szerződéskötések, illetve folyamatban is vannak velük a szerződéskötések. Több ingatlan esetében ugye felmerült itt a visszamaradó terület esetén is a tulajdonszerzés a területegység figyelembevételével, tehát ez nyilván az ingatlan tulajdonosoknak is érdeke valamilyen szinten, illetve majd az önkormányzatnak, illetve majd a későbbi beruházónak egy közterület, egy közműhálózat kiépítésénél is nagyon fontos az, hogy ne maradjanak ilyen visszamaradó területek. Ezt a napirendi pontot a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság elfogadása javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Elnézést kérek, ugye ez később került kiküldésre, így a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság még nem tárgyalta, de a Gazdasági Bizottság elfogadta. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot, kérem szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk csatlakozás a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. Hát én itt nem szeretném senkinek az idejét húzni, ugye már egy több évtizedes pályázati lehetőségről van szó. Az érintettek, tehát azok a diákok, akik ezt a pályázatot igénybe szeretnék venni, ők bizonyára értesültek már erről, tisztában vannak ezzel. Én azt gondolom, hogy a képviselőtestület tagja is tisztában vannak azzal, hogy mi ez a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat, nagyon jó egyébként, és azt is nagyon jónak tartom, hogy az önkormányzat mindig csatlakozik ehhez az ösztöndíjpályázathoz, hiszen a fiatalokról van szó, főleg a rászoruló fiatalokról és az ő tanulmányaiknak a támogatásáról. A csatlakozásról ugye a Humán Bizottság tárgyalt és elfogadásra javasolt a tisztelt képviselőtestület számára.
Ha nincs észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk a vízi közmű szolgáltatási ágazat 2023-2037. Év közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása. Minden évben megtesszük, erre a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvény is kötelez minket, hogy 15 éves időtávra ezt a gördülő fejlesztési tervet el kell készíteni. Egyik részét ugye a szolgáltató készíti, másik részét az önkormányzat, a beruházásit, de nyilván természetesen ezt is nagyjából azért a vízi közmű szolgáltató szokta elkészíteni, hiszen ő van tisztában ezekkel a beruházásokkal, fejlesztésekkel. Ezeket a felújításokat, pótlási és beruházási terveket az 1-től 4. számú mellékletek tartalmazzák. Például Paks, Kőrisköz, ivóvíz, szennyvízelvezetés hálózat kiépítése tárgyú beruházás esetét tartalmazza. És azt még szeretném hozzáfűzni, hogy a Mezőföldvíz Kft. Által a vízi közmű vagyon használatáért évente fizetendő nettó 32 millió forint bérleti díj biztosítja például ezen munkáknak a fedezetét. Köszönöm. Ezt a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot, kérem szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Paksváros önkormányzata és a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. Azért kell ezt az együttműködési megállapodást felülvizsgálat alá venni, hiszen megváltozott a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a székhelye, tehát ahol ezt a feladatát ellátja, ugye átkerült a Paks Dankó Pista utca 18 szám alatt található székhelyre, és itt található a Roma Közösségi Ház. Ezért kellett ugye felülvizsgálni ezt az együttműködési megállapodást, és természetesen átvezetni is ezt a változást. A Jogi Ügyrend és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának kijelölése és alapító okiratának módosítása. Ugye új könyvvizsgáló kijelölésére kerül sor a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-nél. Emiatt nyilván az alapító okiratot is módosítani kell. Technikai jellegű kérdésről van szó. Jogi Ügyrend és Pénzügyi Bizottság természetesen támogatta ezt a... Illetve át kell vezetni, ugye, mert felügyelőbizottsági tagságban is történt változás, ezt is át kell vezetni, de ez is technikai jellegű kérdés. Szóval a Jogi Ügyrend és Pénzügyi Bizottság ezt elfogadásra javasolta a testület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyása. A Paksi 1054/1 helyrajzi számú ingatlanról van szó. 2022. júniusában döntött már úgy a képviselőtestület, hogy határozatban, hogy ezt az ingatlant értékesítésre kijelöli, illetve ugye hogy meg szeretné vásárolni, elnézést kérek, meg szeretné vásárolni, itt szereplő akkor ugye az itt szereplő 38.850.000 forintos vételáron történt volna a vásárlás, de az adásvételi szerződésben ez az összeg, ez már csak 35 millió forintra mérséklődött.
Tehát ehhez kérem a tisztelt képviselőtestület jóváhagyását, támogatását, hogy ezt az ingatlant megvásároljuk. A gazdasági bizottság elfogadása javasolta a testület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Képviselőasszony, Kati. Köszönöm. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm. Következő napirendi pontunk önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölése. Ez a Bácika utca egy része egyébként, ha a helyrajzi számból nem derülnek ide, tartalmaz azért térképmellékletet is. Itt arról van szó, hogy ugye korábbi határozatunk alapján ezeket a területeket már belterületbe csatoltuk, és az ingatlan tulajdonosok viszont azt kérik, hogy a telekalakításokat, a belterületben vonást követően az építési telek kialakítását megtehessék, mindezt önköltségen vállalják, ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, és ehhez viszont értékesítenünk kellene ezt a területet. Értékbecslés alapján 3 millió 480 ezer forint ennek az ingatlan résznek, 652 négyzetméternek a forgalmi értéke. Nyilván tömbösíteni szeretnének, azért a feltételek itt szerepelnek, hogy milyen feltételek mellett történhet meg az értékesítésre kijelölése ennek a területnek. A gazdasági bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Köszönöm. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Következő napirendi pontunk a Paksi 5312/22-es helyrajzi szám alatt felvett magánút elnevezése. Itt ugye az ott élők, ott lakó ingatlan tulajdonosok fordultak az önkormányzathoz azzal, hogy ezt az utcát, ami most már majdnem utcává vált, pontosabban utcává vált, el tudják nevezni. Elküldték a nekik tetsző, nekik megfelelő utcaneveket is, priorizálva. Ezüstfa utca, Napvirág utca, Menta utca, Hanga utca, Érisz utca, és az a javaslat született, hogy a főépítész véleménye alapján, hogy Ezüstfa utca elnevezést találta a megfelelőnek. A Városépítő Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. A zárt ülést rendelek el. A következő napi rendünk miatt pro urbe kitüntetés adományozása fennmaradt. Köszönöm szépen a türelmet, ugye akkor a zárt ülést követően, amely a pro urbe kitüntetés adományozásáról szólt, szeretném ismertetni a tisztelt képviselőtestület döntését. A pro urbe díjról azért annyit el szeretnék mondani, hogy ez a kitüntetés azon személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, kulturális, társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Egyébként ez városunk egyik legnagyobb kitüntetése a díszpolgári címen kívül. Tehát Paks város önkormányzatának képviselőtestülete a város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett kiemelkedő teljesítményeért, az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló rendelet alapján
Pup Réka részére, illetve dr. Bodnár Imre főigazgató úr részére pro urbe kitüntetést adományoz. Természetesen innen is az egész képviselőtestület nevében gratulálok a kitüntetetteknek. A kitüntető cím átadására, adományozására az október 23-ai ünnepségen kerül sor. Köszönöm szépen. Ezzel a képviselőtestület a napirendi pontokat megtárgyalta, és 15 óra 44 perckor az ülést bezárom. Köszönöm szépen.